Egyetemünk elkötelezetten vállal a felelősséget szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezete fenntartható jövőjének alakításában. Büszkék vagyunk rá, hogy intézményünk meghatározó szereplője a határon átnyúló európai összefogással megvalósuló Inzola Magna Komplex fejlesztési projektnek. Dr. Knáb Erzsébet a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnökének köszöntőjével kezdődött a projektnyitó rendezvény a Moson-Magyaróvári várban. A Széchenyi Egyetem is meghatározó résztvevője a fejlesztésnek. Inzula Magna, vagyis Nagy Sziget, ez volt korábban Csallóköz neve, ezért a most induló nagyszabású fejlesztési program is ezt a címet kapta. A komplex vízgazdálkodási és fenntartható projekt kiemelt övezetté szeretné alakítani a Sziget közt és Csalló közt. Maga a program egy 18 munkacsomagból álló program, ebben nagyon sok minden van. Talán a végével kezdenénk a maga ténylegesen a 18 szereplőben álló programok az egyik eleme csak, az a vízrendszer kialakítás, ami tulajdonképpen majd a dolognak a beavatkozás, vagy a legfontosabb beavatkozás eleme, de az összes többi programelem az egy kicsit másról szól. Alapvetően arról szól, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni azokat a célokat, amit el szeretnénk érni, egyáltalán melyek ezek a célok, mit is akarunk itt azon túl, hogy legyen víz persze a Szigetköz mellékágaiban. Azon túl mit tudunk erre ráépíteni, mit jelent ez az itt élők szempontjából, hogyan lehet olyan funkciókat létrehozni, ami sporttal, kutatással, innovációval, a gazdasági környezet alakításával kapcsolatosak. Ebbe a 18 csomagba rendeztük be azokat a feladatokat, amelyeket itt az elkövetkező szóval végre szeretnénk hajtani. Itt persze a munka megkezdődött már korábban, ez a mai esemény, ez inkább már az eddigi tevékenységnek egy kis összefoglalát is jelenti. Már 30 éve problémát jelent Sziget közben és Csalló közben a vízgazdálkodás. Bár voltak részsikerek, de még mindig a kevés víz jelenti a legnagyobb problémát. A mostani időszak az itt lévő épített örökségnek és egyben a természetnek is az újjáéledése, fogalmazott Nagy István agrárminiszter. Itt vannak a térség polgármesterei, itt vannak azok a kutatók, azok a mérnökök, amelyek tudásukkal meghatározzák azt, hogy hogyan is tovább és mi lesz a jövő. Hogy hogyan tud ez a térség a 21. században is élhető környezetben, élhető jövőben élni. Hiszen ez számunkra, mondhatnám azt, az egyik legfontosabb kérdés. És hányszor megtapasztaltuk azt, amit akár költők megfogalmaztak, hogy a víz az úr. És azt is meg kell tapasztalni, hogy mennyire az is igaz, ha nincs. És az, hogy szabályozott keretek között megfelelő mennyiségű víz van, az bizony ennek a térségnek az életét jelenti. A növénytermesztésben is, a mezőgazdaságban is, és ha megnézzük a ráépülő, a vízre épülő egyéb szolgáltatásokra, idegenforgalom, vendéglátás, turizmus, környezetvédelem, mind-mind olyan lehetőség, amely ennek a térségnek a jövőjét formálja. Az Európai Unió és a Magyar Állam több mint 1 milliárd forinttal finanszírozza a projektet.